Máté evangéliuma harmadik fejezetének első 12 versében így szól hozzánk Isten igéje. Azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János teveszőr ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk. Ti vipera fajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, ami atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. Csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Eddig Isten írott igéje. A múlt héten belehelyeztük magunkat abba a helyzetbe, azok közé, a körülmények közé, amikor az Úr Jézus született, azt néztük meg, és a következő vasárnap, január 6-a, az ugye az Epifánia, ahol zárjuk le a karácsonyi ünnepkört, ez az a vasárnap, amikor az kerül elénk, hogy az Úr Jézus hogyan jelent meg férfi emberként, hogyan kezdte el a szolgálatát. Így kerek az adventi karácsonyi ünnepkör. Az egyházi év advent első vasárnapján azzal kezdődik, hogy visszamegyünk a múltba, hogyan várták az emberek az Úr Jézust, aztán karácsonykor kisdetként megszületik, de ez a előkészítés azzal zárul le január 6-án, hogy az Úr Jézus valóban férfiként elkezdi a szolgálatát úgy nagyjából 30 évesen, mivel ez volt az az életkor, amikor a papok a templomban is elkezdhették a szolgálatukat. Ugye van ilyen érdekes rendelkezés az Ószövetségben, hogy nem tizenvalahány évesen szabad elkezdeni a papi szolgálatot. Először van idő arra, hogy gyerekeket neveljenek, de amikor 30 évesek, akkor kell úgymond bevonulni. Addig úgy meg kell tanulni, hogy hogy van ez a papi szolgálat a templomban, ez nem is volt olyan egyszerű, sok mindent kellett még tanulni, de hát 30 évesen, amikor már a gyerekek olyan 10 évesek körül, akkor kell bevonulni, és akkor kell elkezdeni a papi szolgálatot. Tehát lehet, hogy ez van a háttérben, hogy az Úr Jézus is 30 évesen kezdte el a szolgálatát, ahogy egy rabbinak se engedték, hogy korábban kezdje el, tehát annyi azért kell, hogy az ember felnőjön, és legyen mondani valója. És a kettő között ugye különböző dolgokról lehetne beszélni a bölcsekről, akik megérkeztek, lehetne beszélni arról, hogy az Úr Jézus 12 évesen ott maradt a templomban, a Páska ünnep után, a szülei hazamentek, de ő ott maradt, mert az atya dolgaival akar foglalkozni, vagy éppen ezzel lehet foglalkozni, amit a mai napon felolvastam, hogy mielőtt megjelent volna az Úr Jézus, először megjelent valaki más. Ez a János, aki ugye 6 hónappal idősebb az Úr Jézusnál, és rokon.
Olyan, ő Erzsébetnek a fia, Erzsébet sokkal idősebb, mint Mária, de ők is rokonak. Erzsébet idős korára még nem szült, Isten megadja neki öreg korára ezt az egyszál fiút, Keresztelő János, amikor 6 hónapos terhes az Erzsébet, akkor jelenik meg az angyal Máriának, és akkor Mária oda megy Erzsébethez, megnézi, hogy tényleg így van-e, hogy Erzsébet gyereket vár, és tényleg így van, hogy ez a találkozás benne van a Lukács evangéliumának az elején. Tehát úgy onnan tudjuk, hogy itt rokonokról van szó egyrészt. Keresztelő János az idősebb, de csak egy picivel, egy fél évvel idősebb. Tehát ő egy picivel korábban, tehát 20-valahány évesen elkezdte a szolgálatot, mint próféta. Azt olvastuk, hogy Keresztelő János prédikálni kezdett Júdea pusztájában, tehát az egy ilyen, tényleg olyan terület, ahol kevesebben laktak, és a üzenete az volt, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És akkor nagyon sokan mentek hozzá, és hát gondolhatnánk azt, hogy hát akkor Keresztelő János nagyon örült neki, hogy hallgattak rá, hogy sokan eljöttek megkeresztelkedni, mert ez volt a jele annak, hogy újra el akarják kötelezni magukat az Úristen mellett. Hogy az Ószövetségben csak a papokat szokták így megkeresztelni, hogy valaki más mossa őket. Az Ószövetségben rengeteg ilyen mosakodás van, amikor magamba szállok, vagy valami vétket követtem el, és van egy eljárás, hogy mit kell csinálni, és annak az egyik lépése az, hogy mosakodnom kell. Akkor én magamat mosom tisztára. Viszont a papokat a templomban mindig valaki más, tehát a főpap vagy egy már szolgálatban lévő pap mosta tisztára. Tehát ezt nem tehetem magamnak, nem én választhatom ezt a fajta szolgálatot. Erre elhív egyrészt az Isten, az Ószövetségben ez abból is fakadott, hogy milyen családból származtam. Aztán valaki más felken, és valaki más megmos engem, hogy elkezdhessem a szolgálatot. Ugye az annak a jel, hogy nem én választottam ezt, hanem Isten választott ki engem, illetve bennünket, az én törzsemet erre a szolgálatra. Sokan mennek Keresztelő Jánoshoz, olvasunk, hogy ő keresztelje meg őket. Ugye? Tehát ugye egy dupla alázat, hogy nem is én magamat mosom meg, és elkötelezzem magamat Isten mellett, hanem annyira, olvastuk is, hogy megvallották a bűneiket, ezt ki kellett mondani, tehát nem maguknak, és nem csak Istennek, hanem valaki másnak is, ugye ez a bűnvallás, és utána Keresztelő János az, aki megkereszteli őket a Jordánban. És mondom, gondolhatjuk azt, hogy Keresztelő János nagyon örült, hogy ilyen sokan jöttek, aztán hirtelen olvasuk, hogy ő milyeneket mond. Itt, ahogy olvasuk, ez elsősorban a farizeusoknak és a szaduceusoknak szól. Ugye a farizeusok azok az emberek voltak, akik a bibliai előírásokhoz képest még többet találtak ki, mert azt gondolták, azt mondták, hogyha ezeket betartjuk, amelyeket mi határoztunk meg, akkor biztos, hogy betartjuk a bibliai előírásokat is. Tehát ezért pluszt csináltunk, hogy véletlenül se olyasmit csináljanak, amit a Biblia tilt. Sajnos, ha ismerjük a Bibliát, sajnos ezzel sokszor éppen nem azt töltötték be, ami a parancsolatnak az értelme lett volna. Ott a szeretet néha nem jelenik meg, hogy annyira azzal voltak elfoglalva, hogy ne csináljak valamit, amit Isten tilt, hogy arra már kevesebb energia, idő, gondolkodási lehetőség maradt, hogy arra gondoljanak, hogy akkor azok helyett, a tiltások helyett mi az, amit Isten kér tőlem. És mivel ők azt gondolták, hogy nem sértik az Isten törvényét, ezért egy kicsit így azt gondolták, hogy ők jobbak, mint mások. Ezek a farizeusok, és vannak a szaduceusok. A szaduceusok főleg a főpapi családok, vagy a főpapi családok tartoztak oda. Ők Mózes 5 könyvét vették alapul, a hagyományjal picit kevesebben foglalkoztak,
azt mondja, hogy azt kell csinálni, ami Mózes első 5 könyvében benne van. Az is ilyen elit volt egy kicsit. A farizeusok tudták elérni, hogy a főpapok azt csinálják, úgy járjanak el a templomban, ahogy ők gondolják, viszont a főpapa szaduceusok pártjából származott mindig. És van olyan, hogy amikor valakit főpapnak szentelnek, vagy amikor elkezdi a szolgálatot az engesztelés nagy napján, akkor a főpap sír egyet, mert ő szaduceus, de ő a farizeusoknak az előrásait kell betartania. Tehát ők nem nagyon szerették egymást, kicsit más is, hogy gondolták, hogy mit kér tőlük az Isten, viszont nagyon is biztosok voltak a saját elképzelésükben, hogy ők ezért jól csinálják ezt. Tehát aki nem farizeus, az nem jó, nem csinálja jól, gondolták a fariseusok, aki nem szaduceus, az nem csinálja jól, gondolták az elithez tartozó, főpapi családhoz tartozó emberek, és akkor jót voltak az emberek. Hát ők meg pláne, hogy semmit nem tudnak az egészről. Csak ők jönnek, tehát az elit jön, mert felismerték, hogy itt olyan ember beszél, akiben, vagy aki felhatalmazást kapott az Istentől. Azt onnan is gondolhatták, hogy milyen ruhába járt. Ugye azt olvastuk, hogy János teveszőr ruhát viselt, derekán pedig bőr ölt. És ha visszalapozunk az Ószövetségben, akkor kiderül, hogy Illés is ilyen öltözetbe járt. Ugye a nagy ószövetségi proféta Illés, ő is hasonló ruhákba járt, tehát nem véletlen, hogy János ezeket a ruhákat hordja, nem véletlen, hogy ez le van írva, hogy értsük meg, hogy tényleg itt egy nagy proféta jelenik meg, ami azért is különleges lehetett, mert 600 éven keresztül nem lépett fel proféta Izrael földjén. A Malakiás volt az utolsó, utána a zsidók senkiben nem ismerték fel Isten szavát, hogy olyan proféta lett volna, hogy annyira fontos lenne, amit ő mondta, hogy azt le kellene írni, hogy vagy voltak emberek, akik ezt azt csinálták. A katolikus Bibliában benne vannak azok az írások is, de nem lépett fel olyan ember, aki akkor a proféta lett volna, hogy tényleg felhatalmazást kapott volna az Istentől. Ezért régebben az Ó és az Új Szövetség között direkt hagytak néhány üres lapot. Ugye volt a jelle annak, hogy végigolvassuk az Ószövetséget, hogy Isten mi mindent mond, aztán néhány éven keresztül, néhány évszázadon keresztül Isten nem szól. És ott vannak az üres lapok, direkt hagytak üres lapokat, és akkor pác, itt van Keresztelő János. Aki úgy beszél, hogy a mögött isteni felhatalmazás van. Azt onnan lehet tudni, hogy jönnek az emberek hozzá, és Keresztelő János nem csak a számot látja, hogy hányan vannak, jaj, de örülök neki, hogy hallgatnak a szavamra, hanem a veségbe lát. Mert azt mondja azoknak, akik hozzá eljönnek, te viparafajzatok. Ki figyelmeztetek titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elő? Magyarul ő látja, hogy ők mit gondolnak. Miért jönnek el? Mert bűnöket akarnak vallani? Hát a farizeus. Hát a farizeus minden nap hálát adott, hogy neki sikerült tisztán élni. A szaduceus, akinek eleve olyan rangja van, hogy ő az, aki bemehet a templomba, akár a szentek szentjébe, az senki másnak nem szabad. Hát ők azért jöttek volna, hogy bűnöket vallattak volna. Keresztelő János ez egyszerűen nem hiszi el. Azt gondolja, hogy azért jönnek, mert felismerték Keresztelő János hangjából, üzenetéből, hogy valami komoly dolog fog történni, Isten ítéletet fog mondani az ő népéről, ki az, aki igaz ember, és ki az, aki nem. Keresztelő János ezt a bűnvalláshoz és a keresztséghez kapcsolja, és valahogy Keresztelő János azt mondja, hogy te figyeljetek, ti azt gondoljátok, hogy hát nekem nincsenek nagy bűneim, beszoktam tartani az Isten törvényét, de ha ez a proféta azt mondja, hogy meg kell keresztelkedni, na jó van, akkor ha nem használ, nem is árt. Valahogy így. Azt mondja nekik.
úgy jöttek hozzá keresztelő Jánoshoz, hogy a szívükbe nem volt komoly elhatározás, hogy a bűnt elhagyják, és az Isten útján próbáljanak megmaradni. Egyáltalán nem. Büszkék voltak arra, hogy Ábrahámtól származnak, büszkék voltak arra, hogy milyen párthoz tartoznak, milyen előrásokat tudnak, hogy az eddigi életük milyen volt. Csak azért jöttek, hogy hát ha ez még hiányzik, akkor az is legyen meg. Ugye, innen lehet tudni, hogy keresztelő János tényleg egy proféta. Hogy nem a külsőségeket látja, hanem a veségbe lát. És mer olyan dolgokat mondani, amivel igazából visszatartja ezeket az embereket, akik jönnek hozzá, attól, amit ő, keresztelő János pedig, mond, hogy mit kell csinálni. Figyelmezteti őket. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És akkor folytatja, hogy tényleg Isten ítéletet fog mondani az emberekről. Olyan egyfajta tűz van, ha így mondhatom a folytatást, a Istennek a tüze, ami az egyiknek úgy jelenik meg, hogy tisztítja az illetőt, a másiknak úgy jelenik meg, hogy elégeti őt. Ja, ezt mondja a keresztelő János, hogy utánam jön valaki, ki erősebb nálam, ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezébe szórólapát lesz, megtisztítja szériét, és akkor ugye az egyik helyre kerül a gabona, a másik helyre a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Aki az Úr Jézusé megkapja Szentléleknek a tüzét, ami a megszentelésnek a tűze, Isten dicsősége, így szerepel az Ószövetségben, a Sekina. Ugyanaz a tűz azoknak, akik nem az istenéi, emésztő tűz lesz. És ezzel elég kemény dolgokat mond keresztelő János a hozzá tóduló embereknek. Hogy ezt komolyan kell venni. Nem lehet csak úgy eljönni és azt gondolni, hogy magamban már teljesen jól vagyok, de ha ez a proféta azt mondja, hogy kell még ilyen mosás is hozzá, jó, akkor eljövök, mert nem kerül semmibe. És ha tovább laboszunk, Lukács 7. fejezetében azt olvassuk, hogy ezek a farizeusok és a szaduceusok nem is keresztelkedtek meg. 7. fejezet 30. versébe az Úr Jézus mondja, hogy ők jöttek, hallották, hogy keresztelő János mit mond. Azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem játék, amit mi itt csinálunk. Ha ezt komolyan akarjátok csinálni, akkor komolyan meg kell térni, és akkor komolyan gyümölcsöket is kell teremteni. Hogy teremni. És ez a figyelmeztetés annyira keménynek tűnt a farizeusoknak, meg a szaduceusoknak, hogy fogták magukat, és el is mentek. Ezt nem vállalták. Ha ő ezt ilyen komolyan gondolja, ha ő ilyen keményeket mond, akkor nem. Akkor majd megmaradunk abban, amit mi akarunk. Onnan lehet tudni, hogy ez egy proféta. A veségbe lát, nem a látszat alapján mond valamit, hanem a veségbe lát, és elmondja, ti ezt gondoljátok, hogy mondja a figyelmeztetést. Ha ebben maradtok, akkor baj lesz. És akkor két lehetőség van, mindig az ember vagy meglágyul, Isten elé tárja a gondolatait, hogy én itt valamit rosszul gondoltam, vagy az ember megkeményedik. Azt mondja, hát akkor se. Akkor is az lesz, amit én gondolom. Nehogy ő megmondja. Én jobban tudom. Minden evangéliumban szerepel ez. Ez a keresztelő János.
Nem minden történet benne van mind a négy evangéliumban. Az is érdekes. Márknál például annyira nem érdekes, hogy hogyan született meg az Úr Jézus, ott nincsenek karácsonyi történetek. Az a lényeg, hogy az Úr Jézus megjelent, és akkor mit kezdett tanítani. Mindegyik evangélium elé ott van keresztelő János. Tehát borzasztó fontos minden evangélistának, hogy először ott volt keresztelő János, aki előkésítette az Úr Jézus útját. Ugye ez az egyik jele annak, hogy valóban, vagy az Úr Jézus valóban az a fiú, akit az a férfi, akit Isten küld, aki a messiás, a felkent, aki megoldja a bűn problémáját. Miért? Olyan ember lép fel, aki igazi próféta, ugye ez keresztelő János, aki hirdeti a megtérésnek a kötelességét, aki látja, hogy az emberek mit gondolnak, onnan kiderül, hogy neki isteni felhatalmazása van. Nos, ha egy ember ilyen, ha ilyeneket kap Istentől, akkor könnyen elszállhat, és mondhatja magáról, hogy én vagyok a messiás. Az Izrael történetében, és azóta is, elég sok embernek sikerült sok követőt gyűjteni magának, mivel különleges képessége volt arra, hogy hatást gyakoroljon emberekre. Aki magáról mondhatta, vagy mondta is, hogy én Isten különleges embere vagyok. Ugye Mohamed is volt ilyen. Amikor látomásokat kapott, és azt kezdte hirdetni, hogy na, én vagyok Isten különleges küldöttje. És azóta is vannak ilyen szekta vezérek. De itt olyan ember van, akinek nagyon különleges képessége van, akinek az üzenete teljesen egybecseng azzal, amit Isten mondott az Ószövetségben, kinézetre is ilyen, a felhatalmazása rendben van, kiderül abból, hogy gondolatolvasó, a szabad így mondanom, nem a sikerre hajt, hanem képes arra, hogy akik jönnek hozzá, azokkal keményen beszéljen. És mit mond? És nem én vagyok a legfontosabb, hanem utánam jön az, aki erősebb nálam. Ugye ez a különleges itt. Olyan ember lép fel, aki magához gyűjt embereket, akinél emberek megtérnek, komolyan megvallják a bűnüket, komolyan újra elkötelezik magukat Isten mellett, és ez az ember azt mondja, hogy de nem én vagyok a fontos, hogy utánam jön, mindjárt utánam jön valaki, és őt kell követni. Tehát Isten elhív egy embert, akinek különleges felhatalmazást ad, azzal a céllal, hogy előkészítse egy másik embernek az eljövetelét, és az lesz a nagyobb. Így védi, ha szabad így mondanom, így védi Isten önmagát. Vagy védi a fiát. Hogy az önjelölt messiás mindig magára hívja fel a figyelmet. Akár úgy, hogy nézzétek meg, hogy eddig mit értem el. Az Úr Jézusnál nem így van. Az Úr Jézus előtt megjelenik egy ember, aki magához gyűjti az Istenre nyitott embereket, és azt mondja nekik, hogy mindjárt jön valaki, még nem is tudjátok, hogy kicsoda. Mindjárt jön egy ember, aki teljesen ismeretlen a számotokra, majd elmondom, hogy ki lesz az, és akkor majd őt kell követni. Onnantól kezdve az Úr Jézus nem önjelölt messiás, nem önjelölt szekta vezér. Keresztelő Jánosnak a profétai működéséhez szorosan tartozik ez, hogy mindenki láthatja az ő
profétai elhivatását, de az üzenetének az egyik része az, hogy de nem én. Nem én, hanem ő. Az ismeretlen emberre kell majd hallgatni, majd megmondom, hogy mikor lesz, mit fog mondani, de őre kell figyelnetek. Én kevesebb leszek, mert az a így van rendjén. És ő lesz több. Én azt gondoltam, hogy karácsony és vízkereszt között nagyon fontos ezt látnunk. Minden evangélistának egy borzasztó fontos volt, hogy az Úr Jézus nem önjelölt proféta egyáltalán, hanem az Úr Jézus elé ment az a keresztelő János, aki előkészítette az ő útját. Olyan proféta, aki, már mondtam, akkor kezdett fellépni, amikor Izrael már leszokott arról, hogy Isten elhív profétákat. És ő megjelenik, sokan mennek hozzá, ő képes arra, hogy akik kétes okokból, vagy kétes gondolkodásból jöttek hozzá, hogy azokkal keményen beszéljen, és ő képes arra, hogy rámutasson az Úr Jézusra. Nem én, nem rólam van szó. Én csak előkészítem ezt. A Jézusra kell hallgatni, amikor majd megjelenik. És természetesen elég tragikus keresztelő Jánosnak a sorsa. Ezt még elmondom. A keresztelő János meghal, amikor az Úr Jézus talán még nem is szolgálatának a csúcsán van. Keresztelő János, ha szabad így mondanom, fiatalabban hal meg, mint az Úr Jézus. Az biztos. És nem hallott az Úr Jézus feltámadásáról sem. Ő csak az Úr Jézus szolgálatának az elejét látta. És az elején az Úr Jézus szintén kemény dolgokat mondott, de keresztelő János nem látta azt, hogy már két csoportra bontakozna Izrael népe, hogy az Úr Jézus nagyon keményen különbséget tett volna azok között, akik tényleg komolyan elkötelezettek az Isten mellett, és azok között, akik nem. Még a halál előtt keresztelő János kérdezi, hogy most valamit félreértettem. Mi ez a Lukács 7, amire utaltam. És akkor az Úr Jézus vigasztalja őt. Igazából. De mi látjuk, hogy a folytatásban tényleg az történt, amit keresztelő János mondott. Az Úr Jézus türelmesebb, mint keresztelő János, ha szabad én mondanom. Vagy, ha fordítva mondom, keresztelő János nem gondolta volna, hogy milyen türelmes az Isten. Hogy még ad az ő népének 40 évet. Hogy gondolkodjanak el azon, hogy mit mondott az Úr Jézus, miért jelenik meg a Szentlélek éppen a keresztények szektájában. Aztán időszámításunk szerint 70. évben, hogy a rómaiak lerombolják a jeruzsálemi templomot, és azóta nincs. Ami azt jelenti, hogy sok mindent nem lehet tenni, amit Isten mondott, előírt az Ószövetségben. Ami, ha az ember csak az Ószövetséget olvassa, kétségesé teszi azt, hogy vajon van-e bűnbocsánat, van-e engesztelés. Mert ha a főpap nem tud bemenni a templomba, a Szentek Szentjébe, engesztelést kérni a nép bűneiért, akkor honnan lesz? Ja, ezért van a mi Bibliánkban ott a zsidókhoz írt levél, ahol a szerző megmagyarázza, hogy amit a templomban nem lehet csinálni, azt az Úr Jézus már megcsinálta. És folyamatosan csinálja most is a mennyben az Atya Isten előtt. Tényleg megtörtént ez. És ugye a zsidóság azóta is, hogyan mondjam, felfoghatja, hogy ha az Ószövetségnél megmarad, akkor minden kétséges. Akkor ők nem tudnak arra építeni, hogy megkapják azt, amit kérnek. Egészen addig, amíg fel nem ismerik azt, hogy az Úr Jézusban megvan az, amit ők keresnek.
ami a templomban, a kőházban volt, az az Úr Jézusban megvalósult, és az Úr Jézusban megvalósul azóta is. És igazából ez egy nagy tragédia. De még mindig vannak. És ugye ez a jele Isten nagy türelmének. Még mindig vannak zsidók. Isten nyitva tartja azt a lehetőséget, hogy még hozzátérjenek. És amikor a rómaiakhoz írt levélről beszéltünk, akkor mondtam, hogy ez óriási nagy vigasztalás a mi számunkra is. Isten nem engedi el az ő népét, hogy akik valamikor, valamilyen módon az ő népéhez tartoztak, azokat Isten nem engedi el. Isten megtalálja a módját annak, hogy megszólítsa azokat is. Talán még vissza is jönnek. És ha ők nem, akkor majd a következő nemzedék. Vagy a következő nemzedék. Ki tudja, mi ezt nem látjuk. Ugye, mi csak kevesebbet látunk. Mi olyanok vagyunk, mint a keresztelő János. Azt gondoljuk, hogy most kell. Isten ígért valamit, akkor ezt most kell, néhány éven belül. Aztán kiderül, hogy Istennek nagyobb a türelme. Nagyobb a türelme, mint ahogy gondolunk. Nagyobb a szeretete, mint ahogy mi gondolunk. Amit tehetünk, hogy visszamegyünk hozzá. Leborulunk előtte, és a fájó dolgokat elé tárjuk. Ez volt keresztelő Jánosnak a szerepe. Előkészíteni az Úr Jézus útját a saját népéhez, és előkészíteni Isten népét arra, hogy jön a Mesiás. Azzal a furcsa paradoxon, a szabad így mondanom, szereppel, hogy egyrészt neki nagyon különleges felhatalmazása volt Istentől, ugyanakkor a felhatalmazás része az volt, hogy egy idő után neki vissza kell lépnie. Mert nem ő a fontos, ő csak az előkészítő. A fontos az, aki utána jön. Hát arról már jövő héten fogunk többet beszélni. Amen.